Sziasztok, én Robi vagyok, ez pedig itt egy eChat blog videó. A Happy Sailor szervezésében egy egyhetes vitorlás túrára indult egy kis csapat, útközben pedig az E350-es rádiókkal tartották a kapcsolatot, de nem csak menet közben, az autókban használták, hanem majdan a horvát tengerparton a vitorlások között is ezzel fognak kommunikálni. Na haló, az 5-ös vagy a 6-os demo rádiónak egy Robi szigethalom. Hello Robi, sokára. Zágráb közelében leszünk, úgyhogy kövess minket a térképen egészen Splitig. Az autópályán való haladás se akadályozta a rádiókat, hogy folyamatosan küldjék a GPS pozíciót, ezt én tökéletesen tudtam követni az E700-as rádió kijelzőjén, plusz még látjátok az utólag visszanézett GPS tracket is a PC-s dispatcher programon. És a beszéd kommunikáció is szakadásmentes volt, ennél az autópályás több mint 100 km/h sebességnél. Szia Robi, 10 km múlva megfordulunk a Split felé. 22 km van még a kikötőig, az 25 perc. Reggel 6-kor indultunk, körülbelül 8 óra volt a menetidő, 1 órát álltunk a kis határon, itt most már jó idő van, 26 fok, nem sokára kisüt a nap is, vége. A kikötőbe való megérkezés után rövid összepakolás, pihenés, és lassan kifutott a két hajó. Vikiékkel az E700-as eChat rádión tudtam tartani a kapcsolatot, és én ennek a saját térképét is néztem. Most majd a dispatcher program térképét fogjátok látni, és az E700-as és az E350-es rádió kommunikációját fogjátok hallani. Robi, jelentkezz! Itt vagyok, itt! Most indultunk el Splitből a kerülhajóval, egy-egy demo eChat van az hajókon, úgyhogy dispatcherre meg tudod nézni, hogyha mutatja a pozíciónkat, hogy a tengeren hol jár a két hajó, és megyünk egymás mellett. Igen, látom, már az előbb csináltam képeket, meg a Mikinek is beköszöntem, úgyhogy láttam, hogy elindultatok. Előbb az 5-ös indult el, és akkor utána ment a 6-os. Igen, először az 5-ös indult, utána megy a 6-os, mind a kettő hajó, mert a neve Maxi, az egyik a Maxi 1-es, a másik meg a Maxi 0. Ennek nincsen száma, úgyhogy két hantra hajóval megyünk, várni, és hogyha kikötünk, akkor majd fogok megint neked szólni, hogy megnézheted a pozíciónkat, vége. Oké, szépen látszottok a térképen. Milyen térerővel dolgoznak a rádiók? 4G-s teljes hálózat, illetve tetség. Még a partokhoz közel vagyunk, de egy a hálózat. Úgyhogy majd még később ellenőrzöm. Jó van, oké. Hát akkor jó hajókázást nektek. 12 óra felé menjetek előre, és ott van az, ahol jön most a kis motorcsónak, ott érdemes talán ledobni a horgonyt. Hol legyen is köszönöm? A Kubanton a lányba azt próbálják tétszedni. Ha vannak a búvárban. Figyelj csak, Gabi bácsi! Hallgatlak! Nem lenne ott jobb, ahol voltatok, csak előrébb egy kicsit? Nem próbálok oda-vissza menni. Viszont egy fognak a tetején nagyon csapva gyerekek, húzatok rajta. Oké, húzunk rajta. Itt vagyunk, éppen horgonyozunk. Már lent a horgony. Mint hallhattátok, ilyen jó minőségű beszédkommunikáció zajlott az eChat rádiókon, tehát tökéletes volt a 4G-s lefedettség a horvát partoknál és a szigetek között is. És nem csak a beszéd, hanem a nyomkövetés is nagyon jól ment, a rádiók küldték a pozíciót, én pedig az E700-ason tudtam követni mindezt. Az eChat rádióknak nem volt akadály a több mint 600 km-es távolság, így a magyarországi dispatcher és a horvát tengerparton lévő Happy Sailor vitorlások is nyugodtan tudtak egymással kommunikálni, akárcsak egy normál adóvevővel kommunikáló egymás mellett lévő hajók. Tehát nagy távolság, gyors kommunikáció, eChat. A
Szeretnél egy feledhetetlen hetet eltölteni egy vitorláshajón, a horvát tengeren, szigetek között hajózva, keresd a Happy Sailor-t!